Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon, és ezúttal meg szerettem volna mutatni néhány cikket, mert szerintem nagyon jól ki fog derülni ezekből, meg látványos lesz az, ahogyan manipulálják a tömegeket és vezetik a nyájat, azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, ahogyan csak szeretnék lényegében. Engetek szó esett már korábban is arról, hogy a félelem az nagyon fontos ebben az egész kontrollmechanizmusban, ugyanis amikor az ember fél, akkor nem tud tisztán gondolkodni, hiszen a stressz hatására kikapcsolnak az agynak azok a régiói, amelyek a kritikai gondolkodás, a logikát szabályozzák, hogy egyáltalán összetudjuk rakni az összefüggéseket a dolgoknak, és arra koncentrál az ember, hogy hogyan élje túl azt a szituációt, amiben találja magát. Ez a stressznek a sajátossága, ami egy nagyszerű dolog, hisz egy nehéz helyzetből ki tudok kerülni úgy, hogy minden erőmet, energiámat, meg erőforrásaimat arra összpontosítom, hogy hogyan tudom megoldani azt a problémát, legyőzni azt az akadályt, vagy pedig elmenekülni a helyzetből. Ám, ha valaki hosszú távon ebben a stressz helyzetben él, akkor az felemészti az egész szervezetet, az immunrendszer, az emésztőrendszer és minden létfenntartáshoz szükséges szervrendszer leépül hosszú távon. A stresszrendszer arra van kitalálva, hogy egy-egy helyzetből ki tudjuk magunkat hozni alkalomattán, nem arra, hogy állandóan abba éljünk. De ezek a hírek, mint például ez is. Figyelj mindenki, hogy hogy fogalmaz, az pénzcentrum.hu, mind a három innen lesz. Szörnyű veszélyben van több millió magyar, mentális összeroppanást is okozhat a horror infláció. Azok a gyanútlan tömegek, akik nem sejtenek semmit, és csak olvassák ezeket a cikkeket, nem is tudják, hogy hogyan manipulálja őket a sajtó. És nem azt akarom mondani, hogy az, aki ezt írta, az gonosz feltétlenül. Nekik az a cél, hogy minél többen kattintsanak ezekre a hírekre. És bármi áron, akármennyire is, az felkavaró, ahogyan fogalmaznak. De végig lehetne elemezni ezt, hogy mennyire nagyszerűen manipulálják az elmét ezekkel a, azzal a szóhasználattal különösen. Vágtató infláció közepette kevés szó esik arról, mi a teendő, ha kimerültség, folyamatos létfenntartás és lemondások tengerében vesszük észre azt, hogy a megpróbáltatások már a mentális egészségünket is kikezdik lényegében arról beszél, amiről én is beszéltem. A kimerültség, a folyamatos létfenntartás és lemondások tengerében. Folyamatos létfenntartás úgy érti, hogy a küzdelem, amit az ember a létfenntartásért végez, mint amikor valaki fóldoklik egy óceánban, és próbálja minden áron magát felszínen tartani. Így él az emberek többsége, és ez mentálisan tönk tönkreteszi az embert. Nem csak fizikálisan, de mentálisan is leépít a stressz mindemellett természetesen nem tud sehova se spirituálisan haladni. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik támogatják munkánkat, és arra kérek mindenkit, hogy amennyiben hasznosnak találjátok, amit csinálunk, illetve értékesnek, akkor ti is támogassatok minket, osszátok meg a videóinkat a közösségi média oldalakon, és lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson ez az üzenet. De ha visszatérünk, azt mondja, hogy két szakembert is megkérdezek, hogyan őrizzük meg saját épp elménket, hogy legalább fejben ott legyünk most, mikor talán a legjobban kell majd a szorongató gazdasági válságnak az előszobájában. Ugyanis pontosan ez történik, amikor a stressz hatása alá kerül az ember, mint egy szorongatja őt ez a félelem, ez az érzés. Azért, mert a szervezet így reagál a stresszre. Súlyos anyagi nehézségekkel néznek szembe a magyar családok, miközben az infláció és a rezsiemelés napról napra komolyabb gondokat tesz a nyakunkba. Ahogy mondtam, fokozódik a terhelés, és az ember egyre nehezebben viseli ezt. Örökké fenyegetve érzi magát a többség, hiszen az élet, a létfenntartás most már a cél, és az életünk nem pedig az, hogy hova megyek nyaralni, vagy milyen autót fogok venni részletre, el tudok-e költözni közelebb a munkahelyemhez. Ezek már rég. Milyen ruhát veszek föl? Ezek már rég nem problémák, legalábbis az ország, meg a világ túlnyomó többsége számára, hanem az, hogy egyáltalán hogyan fogom túlélni ezt a hónapot. Egyre többen élünk egyik napról a másikra, miközben csak alig néhányan tesznek azért, hogy elkerüljék az anyagi csődöt. És ez egyre komolyabb mentális problémákat okoz. Ha elveszítjük a biztonságérzetünket, vagy a jövedelmünket, az családokat tehet tönkre de a mentális egészségünket is kockára teszi. Most pedig, hogy az emberek 80%-ának ez alapján a felmérés alapján rosszabb lett az anyagi helyzete, elképzelheti mindenki, hogy ez mit fog okozni fizikálisan, meg mentálisan micsoda leépülés lesz. És talán most már akkor látszik az is, amiről beszéltem, hogy hogyan is érik el azt, hogy valóban az emberiségen fogjon egyfajta betegség. Hiszen ha az ember stressz hatása alatt él hosszú távon, akkor azt elkerülhetetlenül fizikális és mentális leépülés fogja követni, mert ez a stressznek a következménye. Hosszú távon nem lehet kiaknázni ezt az plusz energiát adó folyamatot, mert az leépíti az embert és lerombolja az egész szervezetet. Különösen azért, amiért ugye az immunrendszert, illetve az emésztőrendszert lekapcsolja és tönkreteszi ezáltal. De ha valaki hosszú távon állandóan azon stresszel, hogy mi lesz a gyerekeimmel, hogy fogok megélni, nem lesz munkám, nincs jövedelmem, emelkedik a rezsim, minden egyre drágább, nem tud kiszállni, lehetetlen ebből, mert nincs semmi reménysége az emberek többségének. De ez a következménye annak, ahogy oly sokáig éltünk, hogy eltávolodtunk a teremtőtől, így rá vagyunk hagyatkozva saját magunkra, de utána pedig a kormányra. És ez elképesztően kiszolgáltatott ez a helyzet, és én ezt teljes mértékben megértem, hogy ez felőrli az emberek többségét. De lenne egy kiút, persze az ugye nevetségesnek tűnik, mert a szakállas öreg ember a felhőkbe az nem létezik, csak az ufók léteznek, meg majd a kormány segít. Szóval mindenki választhat, hogy melyik oldalra áll, a többség az a rossz oldalt választja, mint ahogy mindig. Ugye ő itt azt javasolja, hogy eleve le kell számolni az önállító kijelentése, hogy a pénz nem boldogít. A pénz nem boldogít egyébként, akármennyire is mondja ezt az a pszichológus, vagy nem is tudom ki az, aki magyarázza ezt. A pénz, dr. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus. Egy bizonyos szintén, szinten túl a pénz nem boldogít. Hogyha megvan mindenkinek az, a, ami a kényelmes megélhetéshez szükséges, onnantól kezdve a pénz nem boldogít. Lehet vásárolni rajta mindenféle élményeket, vagy dolgokat, amelyek kielégítik az embernek a boldogság igényét időről időre, hosszabb, rövidebb ideig, de nem lehet megvásárolni azt a fajta megelégedettséget, amit az a tevékenység okoz, amit szeretek csinálni, amiben jó vagyok, amit tudok, amihez értek, és ami más számára hosszú távon konstruktív, ez az, ami a megelégedettséget nyújtja, nem a pénz. De az biztos, hogy szükség van legalább annyira, hogy az ember kényelmesen meg tudjon élni, meg mindazok, akik tőle függnek. De onnantól kezdve azon felül az ember nem tudja a boldogságot megvásárolni. Ez a helyzet pedig nem csak az embereket fogja felemészteni, az egyéneket, de a családokat is, ahogy a nő azt itt most mondja, hogy, hogy nem tudjuk ellátni megfelelően a családunkat, Súlyos mentális megütközést tud okozni. És ez sajnos a családi életben sokszor komoly veszekedésekhez, a dűmásokon való levezetéséhez vezet, ami egy rossz irány. Nagyon fontos az embernek, hogy érezze azt a kontrollt, hogy egyáltalán van hatása a saját életére, de legalábbis azoknak, akik a világban élnek. Azonban ez ott nincs meg. A világban pontosan ez a lényeg hogy elveszi a kontrollt az emberektől. A teremtő is elveszi, de benne legalább tudunk bízni. Hiszem, hogy úgy lesz, ahogyan ezt ő mondja, hisz mindig is úgy volt. Ő legalább a jó oldalon áll. Míg ez egyáltalán nem mondható el a kormányról, hisz ez a kettő lényegében az, ami harcol. A pénz az istene az egyik része, az emberiség egyik felének, amit, amit a kormány az, ami nyújt. A, a mindenkori közigazgatás, a vezetőség, attól függ mindenki. És pont ez a gondolkodásmód az, amit tönkretesz mindenkit. De itt van a következő hír, amivel szintén csak terrorizálják az embereket, ez ugyanúgy pénzszentú, nem, de 14. A bérrendszer lehet azért a felelős, hogy a COVID fertőzésen már átesettek, más betegségekre is fogékonyabbak lehetnek, állítja egy új orvos tanulmány. Szóval, hogy rettegjen mindenki tovább. A Covid már nem elég, ezért most rátesznek mindenféle ilyen újabb dolgokat, amiket közben kitalálnak ezek a tudósok. Bakteriális egyensúly hiányunknak a forrása az, hogy a Covid-en átestünk, és ez kipusztított az emberből. És így nagyobb lesz a másodlagos véráram fertőzésre való hajlam. Itt a következő COVID, influenza, RSV tripla járvány jöhet, és ezek a legújabb tünetek. Ez szintén tegnapi ez a dolog. Szóval ezt a kettőt rábombázták tegnap. Köszönetik az őszi betegség szezon, úgyhogy mindenki felkészülhet ezekre a horrorisztikus dolgokra. Amennyire megértem, hogy az emberek többsége retteg ezektől, abban az életben, amit élnek, most már olyan távolinak tűnik számomra ez. És ezért próbálok mindenkit bíztatni arra, hogy nyitnia kell egy új gondolkodásmódra. És ez az, az új gondolkodásmód ez, ez radikálisan eltér attól, hogy ebben a materiális világban a többség élt eddig, mint ahogy én is éltem. A hitnek sokkal nagyobb szerepe van ebben, természetesen, és azt is elfogadom, hogy nehéz azt megérteni. De oly sok videót készítettem már, mindenki végkísérte azt az utat, amit bejártam, én meg azok, akik. Akik velem tartottak ezen az úton. És ezt javaslom mindenkinek, hogy fontolja meg ezt. Nem lesz más kiút így se útse. A világnak vége. Ennek a világnak vége és a többségnek vele együtt vége. Mindazok, akik még most áttérnek a helyes útra, azoknak van remény. Csak ne gondolja senki, hogy az idő soha nem fog elfogyni, mert egyszer csak elfogy az idő, és ez egyre közelebb van ez a nap, ahogy én látom a dolgok állásából. De köszönöm a figyelmet mindenkinek, remélem hasznosnak találtátok a videót, annyiben igen, támogassátok munkánkat, ez óriási segítség, és köszönjük mindazoknak, akik megtették. Ha ez nem egy út, akkor osszátok meg a videóinkat, lájkoljátok azokat, így is több emberhez eljuthat az üzenet. Mindenkinek a legjobbakat, szép napot és halleluja!